nyilván önök is érzik és tudják, hogy, hogy az elmúlt 5, 10, 15, 20, 25 évben a világ radikálisan megváltozott. Gyökeresen megváltozott. Átléptünk, vagy kezdünk átlépni egy korábbi biztonság, vagy a biztonság illúziójának korából, egy új korszakba, amit inkább a bizonytalanság korszakának nevezhetnénk egy olyan korszakban, ahol másképpen kell próbálnunk egy olyan életet élnünk, amelyek van, amelyben van szabadság, van emberi méltóság, és van az életünknek értelme. Hogyan viselkedjünk, hogyan próbáljuk ezt megvalósítani, a mi magunk világában. Bár itt most rögtön ellentmondom saját magamnak, mert vannak kiváló gondolkodók, tudósok, filozófusok, akik azt mondják, hogy az emberi élet mindig a bizonytalanság léte volt. Az emberi lét mulandó, törékeny, a világ tele van problémákkal, lehetőségekkel és veszélyekkel, a bizonytalanság világában éltünk, ez az emberi helyzetnek, a human conditionnek az alapvető tulajdonsága. És lehet, hogy igazuk van. Mert ha, eh, eh, hagyj nézem egy magyar, kiváló magyar filozófust, aki azt mondta, Hanvas Béla, hogy mindig válság volt, csak az emberiség elrejtőzött előle, és nem vett róla tudomást. És valószínűleg igaza van, mert a mitológiai történelmünknek az első jelenetében is megjelenik már a bizonytalanság, megjelenik a kockázat. Ádám és Éva addig, ahogy ezt Tillich írja, az átatlanság álmát aludták. Majd megjelent az új, újdonság szelleme, és azt mondta, hogy döntsetek. És minden döntésben benne van a kockázat. Lehet jól és rosszul dönteni. Kérem önöktől, Ádám és Éva jól, jól döntött, vagy rosszul döntött? vagy egyszerre jól is, meg rosszul is. Kialakult az emberiségnek egy fantasztikus, gyönyörű fejlődése, vagy pedig eljutottunk a szenvedések és borzalmak világába. Vagy egyszerre mind a kettő megvalósult, és ebben a kettőségben meg kell megtalálnunk a magunk életét és a magunk lehetőségeit. Ilyen veszélyek fenyegetnek minket, vagy ennél nagyobbak, mert számos olyan veszély van, amit Nehezebb kivédeni, mint egy tigrisnek a támadását, például Magyarországon. Megijedünk, megijedünk, meg kell ijednünk ebben a, ebben a világban. Safety first, a biztonság minél fontosabb, és ez tulajdonképpen az emberiségnek egyik legfőbb motója volt több ezer éven keresztül. Minden civilizáció megpróbálta kiépíteni a, 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 a maga biztonság rendszerét, Igyekedett körülvenni önmagát valamilyen szimbolikus szférával, intézmények, gondolatok, eszmények, érzések, szimbolóknak a sokaságával, és bele, igyekeztek belebújni ebbe a, ebbe a, buborékba. Először a mágikus univerzumnak a burkába, majd ez, majd ez kezdett ez, ez jött a mítikus Burok, amiben több ezer éven keresztül az emberiség élt több kevésbé a biztonság illúziójában, majd utána jött a racionális univerzumnak a buboréka, vagy a kanti morális univerzumnak a fantasztikus, gyönyörű csillagkép, ami körülvet minket, és bizonyos fokig adott egyfajta biztonsága a számunkra. De mindezek a, a buborékok előbb-utóbb meggyengülnek, kezdenek szétfosztani, kezdenek elperegni, kezdenek széthullani, és az ember megint egyedül marad végtelenül egy végtelen ismeretlen sötét univerzumban. És szembe kell nézni ezzel, de nem nagyon bír szembenézni vele. Kell a segítség, kell, újra fel kell építeni egy újabb buborékot, egy újabb védőszférát, egy újabb eszmélyi kupolát, ami megvéd, minket a külső félelmek és veszélyekkel eh, szemben. Uh, pillanatilag most így állunk. Két világ között, a, régi, a, a, a nyugati e, e, civilizációnak a régi rendszere erősen meggyengült, bizonytalan vált. ez a baloldali szikla, a másik az új kultúra, még csak alakulóban van, nem tudjuk, hogy milyen lesz, és ott vagyunk köz a kettő között valamilyen alpesi juh, vagy birka, vagy nem tudom, meg vagy zerge formájában, a teljes bizonytalanságban. Ebben a helyzetben kell megpróbálni magunkat emberként, méltóság és szabad emberként fölépítenünk. Hogyan lehetséges ez? Megtehető ez? Valóban két világ között élünk. Egyfelől a hajdani világrend, ugye, új világrend van most, vagy jön, vagy pedig a világ zűrzavar ránk az új, az új világban, a szakadék túlsó felén. Pax Americana, vagy Bellum Americanum gazdasági növekedés, vagy gazdasági válság. Szabad világ, vagy Fortress West, bezárkozunk a, a, egy, egy, egyfajta erődítménybe, hogy a világ zűrzavarral ne törjön be a mi jólétünkbe és, és demokratikus szabad világunkba. A biztonságvilága vagy a bizonytalanság világa. Örök karnivál, a fogyasztói társadalom örök, boldog, happyizmusa, vagy pedig haláltánc ez a fajta ricsajos boldogság, ez karnevál, vagy haláltánc, vagy egyszer mind a kettő. Nem tudjuk. Ugyanígy vagy kettőség van a tegnap és makrőt erkölcsileg. az én nagyszüleim még engem arra tanítottak tegnap, hogy szeress fele barátodat. Ma a fő szlogen az, hogy szeress inkább, ha lehet önmagadat. Áldozd föl magad? Nem. Teljesítsd ki önmagad. Ez az új parancs. Légy becsülepes? esetleg, de fontosabb az, hogy légy sikeres. Engedelmeskedj, nem, légy autonóm, légy szabad ember. A szegénység erény, mondtuk régen, a gazdagság az igazi jutalom. Dolgozz, nem, inkább élvezd az életed. Ez két teljesen más világ, két teljesen más magatartásrend, és most mi mind a kettőben benne élünk reggel dolgozunk, és hát minél tovább idegszünk szórakozni. Van egy híres kép, a címe, hogy szórakozzuk halára magunkat. Ebben nagyon is benne vagyunk. Tehát két rendszer között bizonytalankodunk, a körülöttünk lévő világ tele van bizonytalansággal. Halandó vagy mondták ezt ezer éven keresztül, most azt mondjuk, hogy örök élünk. Vagy ezt szeretnénk hindi legalábbis. Remélem, hogy őknek sikerülni fog, nekem már nem valószínű. A, az is újdonság, hogy régen is voltak ugye, veszélyek és bizottságok, Egy gyufa láng is egy erdőt felgyújthatott. De manapság nőnek a kockázatok, sokkal nagyobbak, és ezek olyanok, amelyeket már mi teremtettünk, ez nem adva van a természetbe, ez már az ember teremtette kockázat tömeg, amit nehezebb kezelni, mint a korábbi, már jól ismert kockázatokat. És ezért el vagyunk veszve, nem találjuk, merre megyünk, sok fele mehetnénk, keressük az utunkat, és keresni is kell, ez egy, egyik legfontosabb emberi bevékenység. Ha az ember a Google-ba beüti az, hogy Risk Universe, tehát a kockázati univerzum, 69 millió szadállat jött föl tegnap után. Ami azt jelenti, hogy emberek tömegét izgatja az, hogy a bizonytalanság univerzumában él, és erre valóban föl kell készülni mindenkinek, aki itt ül, bár vissza lehet menni a évenkerbe, aki akar, és a tovább lehet folytatni az átatlanság álmát, vagy szunyókálását. Szeretnénk ilyen biztosan lovagolni az életnek a tepején, diadalmasan, győztesen, de a valóságban inkább ez a helyzet, hogy nagyon nehezen bizonytalanul próbálunk a szakadék fölött átevezni az életen keresztül. Erre van lehetőség, de tanulni kell. Meg kell tanulni, kötően táncolni, és ma egy kicsit minden ember számára, bár mindig így volt, de ma igazán az, meg kell tanulni a kötély, ezt az egzisztenciális kötéltáncot, jókedvel, örömmel, bizalommal, de bátorsággal, kemény tanulással. Sok kiváló gondol, gondolkozó ezt megfogalmazta már, hogy a bizonytalanság korában élünk. Néhány ember, egy itt Ugye Ulrich Beck azt mondja, hogy a beszél egy híres könyvében. Donald Rumsfeld, tudják, hogy ki ő, a meglepetés és bizonytalanság világáról beszél. Nem egy filozófus, hanem egy politikus. Vagy még egy, egy, egy pénzügyi szakember, Greenspan, ugye, az őzeval korádra nevezi a saját korunkat. Ez is, hogy ők nem érzékeny lelkű költők, a filozófusok, hanem kemény, reális politikusok, vagy pénzügyi emberek. És így alakul ki a spirituális válság ma. Ez már 50 éve, 100 éve bontakozik ki, akár tudjuk, akár nem bontakozik ki. Tulajdonképpen Nietzsche óta, de még előtte már Bodderék óta kezd, de csak néhány modernebet említek ezek közül. A azt mondja Jasper, a híres német filozófus, minden spiritualitás szétzilálódása végső fokon az emberi lét válsága jellemző a korunkra. Vagy T.S. előtt a híres angol-amerikai költő azt mondja, zakatott hitek és elsorvat tradíciókora élőhalott, modern, materialista civilizációban élünk, és ebben kell mepelálnunk a magunk emberségét, ami egy nagyon nehéz feladat. Vagy Jacques Monod, a Nobel-díjas biológus, nyilván ismerik, aki azt írja, az emberiség feltétlenül, hősiesen és kétségbeesetten próbálja tagadni önmaga esetlegességét. Pedig folytatta ezt a mondatot, pedig az ember cigány, az univerzum periférián elveszve. Ezek talán túlzott uh, uh, tragikus, és uh, vannak, akik ezzel szemben optimistábbak, de jelen van ma a spiritus válság élménye mindenkiben, erősebben vagy gyengébben, elfojtva vagy nem elfojtva. Vannak mai válaszok. Köztük néhány nagyon rossz válasz a, bizo a, a növekvő bizonytalanságra. Ilyen válaszok voltak a totalitárius ideológiák és rendszerek bolsevizmus, fasizmus. Azt hiddették, hogy mi tudjuk a választ. Tudjuk azt, hogy mi a jó, mi a rossz, mi a cél, mit kell csinálni, kit kell követni, kit kell megölni, mi az élep értelme, hogyan éljél. Mindenre volt válaszuk. A biztonságot ígérték egy elbizonytalan szerencsétlen társadalomnak. Mind a, mind a két ideológia. A fundamentalizmus nem ilyen veszélyesen, de ugyanígy a bizonyosságot ígéri a, a hívőinek. Az ezotéria is ugyancsak valami rejtett bizonyosságot keres egy bizonytalan világban. A folyosói társadalom rejtve, érdekes módon például a, 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 a reklámokban, a rejtett üzenet az, hogy minden jó és minden harmonikus. Egy tragédia van, hogyha a ember a. a, 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 a az ingét a gyerek leönti kávéval, vagy, vagy bálna szörpe, ez a, tragédia. Ugyanakkor ebben a, társadal, ebben a kultúrában, a klippek, vagy a, a tévébisok világában a zűrzavar, a kegyetlenség, a konfliktus, a, az őrület van jelen, egyszerre a kettő. A posztmodern sokféleképpen keresi a útját a, 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 a bizonytalanság világában, érdemes megismerni, kiváló szervez, szervezők vannak. És vajon mi lesz az új civilizáció, ami ezeknél igazabb választ ad majd a bizonytalanság világára. Ö, még ma is ugye a safety first, ez a legfontosabb, vagy, vagy valóban lehet, hogy a uncertainty first, ezt kellene megtanulnunk már a óvodától kezdve, hogy uraim, vigyázzatok, mert az élet bizonytalan, és erre föl kell készülni. Ma erre szinte abszolút sehol, se óvodába, se középiskolába, se egyetemen, se máshol, engem nem tanítottak, lehet, hogy önöket már igen, ennek nagyon örülnék. Ez a helyzetünk. Bátorság kell ahhoz, le kell játszani a sakkmeccset egy ilyen veszélyes ellenféllel. A bizonytalansággal kell lejátszani az emberi kivontakozásnak a sakjátszmáját. amit meg lehet nyerni és el lehet veszteni, és majd fogjuk hallani a professzor úrtól, hogy hogyan lehet megnyerni, mások meg elmondják, hogy hogyan lehet elveszteni. Vannak viszont olyan stratégiák, amelyek igazabbak az emberi gondolkodás történetében kiváló emberek voltak, akik maguk is küzdködtek a bizonytalansággal, és próbáltak egy olyan magatartást, olyan életstratégiát kidolgozni, ami valóban segít az embernek arra, hogy szembenézzen a, 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 az emberi lét alapvető, egzisztenciális bizonytalanságaival. Rengeteg ilyen van, 26 vagy 42, de ezekről csak 5 vagy 6 tipikus válaszra van időm, és ezeket adok egy pár mintát erre. Az első nagy lehetőség, ami azt mondja, és sokan mondják azt a nagy gondolkodók között, filozófiában, teológiába, elméleti fizikába, és bárhol máshol, hogy az emberi autonómia, egy erős, gazdag személyiséget, szabad személyiséget kell kifejleszteni, és azzal lehet tulajdonképpen szembenézni, és szembenállni, és helytállni a bizonytalanság világában. Fortitudo, ugye a hajdani görög szolidikusoknak a nagy, nagy vezérszava, a erősség, aki szembe tud nézni a bizonytalansággal, az élettel, a halállal, rezzenéstelenül. A másik, ugye a Hamletnek a utolsó szava emlékeznek rá, azt mondja, readiness is all. Minden pillanatban készen kell lenni bármire. Ezt, Eurahim, ezt tanulni kell, és érdemes tanulni, mert, mert sokat lehet nyerni vele, és sok készébeséstől vagy bajtól ment az embert meg. Szállt az azt mondja, hogy a szabadság, ami megmenthet minket. Be kell ugrani bátran a szabadság szakadékába, mert igazi emberi életre igazi, autentikus létre, csak így, lehet, így tehetünk ö, ö, szert. Meg a, ezek a Goethe Faust második résznek az utolsó mondata, késő, ha jól emlékszem, lehet, hogy most ö, így hangzik, hogy igen, csak annak jussa élet és szabadság, kifejezi be, ki napról napra vívja ki. Hát ez egy komoly feladat, ez kemény dolog. Kám ő azt mondja, hogy nem, lázadni kell, egy rossz világ ez, ez egy szenvedésvilága, egy nyomorúságos világ, föl kellene lázadni, abszurd világ, a szenvedésvilága, az átadható gyerekek szenvedése, föl kellene lázadni. Mások, ki kell teljesíteni az emberi személyiséget. Foucault, a híres francia történet és filozófus, írt egy könyvet erről, meg egy beszélgetés sorozatot, ami fantasztikus, a címe, hogy Ankur meg először, The Technology of the Self, a, 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 self, az énnek a technológiái, hogyan kell kibontani egy emberi személyiséget úgy, hogy helytájon egy nehéz világban, és gazdag életet élhessen. Vagy az emberi méltóság, meg kell őrizni az emberi méltóságot. Az utolsó pillanatig, ez nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Fiatalkorban is könnyű elveszíteni a méltóságot, középkorban is, és időskorban is nagyon nehéz elveszíteni az ember méltóságát. Meg kell próbálni. A másik lehetőség, hogy szembeállítani a bizonytalansággal, és a szenvedéssel, és a sok bajjal a diadalmas életet. Akármi is van, én győztesként akarok élni. Nietzsche itt a legnagyobb, természetesen a legnagyobb szaktekintély, a teljes él akarását hirdette egész életében, a maga szenvedéshez életében. Egyik híres versének a utolsó sorra az, hogy flambebinich bin Igenis, én láng vagyok. Olyan láng, aki világít mindenki számára, miközben önmagát fölemészti. Egy másik híres mondása megint a bátorságról szól, az így hangzott, azt hiszem egészen pontosan, hogy építsétek városaitokat a vezúv lejtőire. Mert csak aki vállalja a veszélyt, azt fog igazán intenzíven és, és autentikusan élni. Szokrápe ezt azt mondta sokkal korábban, hogy mondd el az életedet. Mert ha az életedet nem mondod el magadnak szinte minden nap vagy minden héten, akkor az életed elfut üresen, e, tartalom nélkül, az értelmét nem tudod megfogalmazni. Meg kell ragadni, meg kell próbálni megragadni, megfogalmazni. A Rilke híres versének utolsó sora, változtas meg életed. Minden nap meg kell próbálni az életet teljesebbé, izgalmasabbá, autentikusabbá tenni. És ez egy kemény munka. Minden nap reggel egy, vagy este érdemes rátenni erre egy percet, hogy vajon ma egy kicsit az életem teljesebb, vagy autentikusabb, vagy szabadabb, vagy gazdagabb volt, mint előző nap. Jól döntöttem-e, -e, vagy rosszul? Vagy ez is alakíz értelmes sorsá. Az ember érteknek a többsége esetleges jeleneteknek a esetleges sorozata. Ezt meg kell próbálni átalakítani egy szép ívvé, valahonnan el kell jutni valahova, egy emberi sorsá kell ember átalakítani az emberek az életét. A harmónia. Egy rossz és nehéz világban is meg kell próbálni arra törekedni, hogy harmonikusan éljük. Átéljük a világ, vagy a lépezés harmóniáját. Nagyon nehéz, de meg kell próbálni. Egy görög templom mellett ez könnyű, de a mi életünkben ez nagyon nehéz, de nem lehetetlen. Egy szép rezignációval, vagy akár öndróniával, nevette saját magunkon, a saját nyafongásunkon. Ezt is tanulni kell. Vagy a nagyon szép latin közmondás, hogy idézek, non numero oras nisi serenas. Kifoltaná ezt le, de most nem, nem vizsga van. Itt a magyar fordítás, csak a derű óráit számolom. Tudom, hogy az életben sok baj van, rengetegenben szenved, nekem is lesz sok baj az életben, de a derű óráira koncentrálok, és megpróbálok minél több derű órát teremteni, saját magam számára és mások számára. Egy újabb stratégia a megismerés. Ha már érdekeltünk erre a bolygóra, ha már egy a világ mindenségbe itten, itten, itten tehetetlenkedünk. Legalább valami értelmes dolgot csináljunk. És a, megis, a világ megismerése egy fantasztikus nagy feladat. És ennek tudósnak a vallomása ez, hogy nem tudom mi az élet értelme, de megismerni a világot az mindenképpen egyfajta értelmes haladat. De van egy figyelmeztetés. Steven Weinberg, a Doberi, a fizikus mondta azt, hogy minél érthetőbbé válik a mindenség, mintha annál inkább értelmetlenné és széltalanná válna. amit tudunk a világnak a működéséről, mintha annál nehezebb benne hinni, hogy a kis vacak ember élet egy milliárdnyi nagy galaktika tömegben, ennek van bármi jelentősége és értelme. De lehet benne hinni, de tudni kell, hogy ez egy nehéz feladat. Utoljára talán a legfontosabb az, hogy meg kell, ahogy mondom, ebben az új korszakban nem biztonsággal várni, vágyni, meg kell tanulni a bizonytalanság együtt élni, el kell fogadni, hogy az emberi élet törékeny, mulandó, bizonytalan, és a bizonytalanság világába is meg kell adálni az igazi emberi élet lehetőségét. Itt megint nagy embereket idézek, Paul Tillichet, aki azt mondja, hogy a léthez bátorságra van szükség. The courage to be, egy híres könyvének a címe, ajánlom mindenkinek, hogy olvassa el csak bátorsággal lehet igazán emberhez méltó életet élni. Egy másik amerikai filozófus, John Caputo mondja azt, hogy a vallások eddig mindig a biztonságot ígérték a hívőknek, pedig ellenkezőleg meg kell tanulni azt, hogy bizonyításával élünk. A vallásnak azt kell mondania, hogy igen, az élet törékeny, bizonytalanságban élsz, de azért lehet méltóságteljesen és értelmesen élni ebben az életben. Ugyanő mondja azt, hogy a reménytelenséggel szemben is igenis reménykedni kell abba, hogy van teljesség és van értelme az életben. Még egy, tőlem, még egy mondat, kell a, a, rem, a, a, a lehetetlenség szenvedélye. Törekedni kell a lehetetlenségre, hogy megtaláljuk végül a teljességet, és megtaláljuk életünk értelmét. Egy utolsó idézet a híres Poppert, Karl Poppertől, aki ugye ezt mondja más szavakkal, azt mondja, hogy igen, szükség van a reményre ebben a nehéz világban. Szükség van a reményre. Remény nélkül élni meghaladja az erőnket. De nincs többet szükségünk, és nem szabad többet kapnunk. Nincs szükségünk bizonyosságra. Keresésre van szükségünk, bátorságra, és szabadságra. Köszönöm szépen!